Hello! Sziasztok! Sziasztok! Üdv, akivel találkoztam, már sziasztok! Akivel nem, azokat is természetesen. Ugyanolyan nagy szeretettel köszöntjük. Sziasztok! Picit még várunk, mielőtt belecsapunk itt a nagy matematikába, de addig meséljetek, hogy ki mennyire izgul. Milyen a hangulatotok, meséljetek. Cseten jöhetnek a Dóri. Fence is. Para. Melyik tájtól féltek a legjobban? Kezdem úgy észrevenni, hogy a töri az itt felveszi a versenyt a matekkal. Matek vagy a töri a félelmetesebb? Novell elemzés, láttam egy ilyet. Oh. Elvileg, aki nem hallja, az valamit állítania kell, csak ugye hiába mondom, hogy mit kell, mert ugye nem hallja, úgyhogy ilyenkor írni szoktunk, hogy amúgy egymásnak is, ha segítetek, azt megköszönjük már. Szia, Andris! Csak gondol, nem tudom, gondoljátok, kezdhetünk is, mert egy 5 perce várakozunk. Szerintem belecsaphatunk, igen. Úgy látom, hogy elég sokan is vagyunk, úgyhogy vágjunk bele. Kezdetnek néhány gondolatot elmondanék én is, így az érettségivel és az érettségi felkészítéssel kapcsolatosan. Én már elég régóta foglalkozom ezzel az iparral, úgyhogy elég nagy tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, és azt tudom mondani, hogy tényleg semmiért nem érdemes izgulni. Minden évben szinte mindenkinek sikerül a matek érettségie, hogyha nem izgul, hogyha úgy áll hozzá, hogy meg lesz, akkor szinte biztos, hogy meg lesz. És a feladatok azok nagyon típus feladatok, tehát tényleg az érettségén nem azt fogják kérdezni, hogy a trigonometrikus, nem tudom, milyen összefüggéseket, meg a logaritmusokat, meg a mindenféle ilyen szörnyű dolgokat, hanem nagyon jól behatárolható, fölismerhető típus feladatok vannak, és azért vagyunk ma itt, hogy ezeket a típus feladatokat beazonosítsuk, és összegyűjtsük, hogy mire kell figyelni, és hogy melyik feladatnak milyen árulkodó szövege van, amiből ki fog derülni, hogy ja, igen, ez már megint az, az a másik meg már megint ez. Most tulajdonképpen van mondjuk 10 féle típus feladat, amit hogyha begyakoroltok, akkor egész biztos, hogy legalább 3-as lesz az érettségi. Hogyha pedig még egy picit, még egy kis időt valaki belefektet, akkor simán 4-es, 5-ösre is meg lehet írni, úgyhogy tényleg nem kell aggódni amiatt. És amire marhára figyelni kell, hogy a számológép az abszolút rutinból menjen, hogy mi hol van a számológépen, mit hogy kell kiszámolni, ezt most be fogjuk gyakorolni, és hogy a függvénytáblában mi hol van, úgyhogy aki még nem töltötte le ezt az ingyenes függvénytábla összefoglalót, amit Peti itt be is linkelt,
és ami egyébként nem csak függvénytábla összefoglaló, hanem iszonyat hasznos minden tudás benne van, ami a függvénytáblához kell, akkor most még gyorsan, amíg én itt rizsázok, addig töltsétek le, és tegyétek ki magatok elé, mert iszonyat hasznos átlátni azt, hogy mi hol van a függvénytáblában, és nem akkor keresgélni, amikor már tényleg élesbe megy a dolog. Ugye a 15 perces feladat, vagy a 45 perces feladatok azok nagyon pörögni kell, tehát ott nem ér rá az ember nézelődni, hogy ú, most akkor mi hol lehet, meg mi hogy van. És azért vagyunk most itt, hogy begyakoroljuk ezeket a típus feladatokat, és hogy számológépen mit hol találunk, és hogy a függvénytáblában mit hol találunk. És akkor nem is húznám az időt további rizsával, hanem csapjunk is bele. Oké, szuper, köszi Andris. Beraktam ide a chatre a linket, erről a négy egyűről, meg ugye a Facebook csoportban is ott van kommentként. Itt ugye a sárga meg a fehér négy egyűt is átnéztük, hogy melyik része használható, melyik kevésbé. Úgyhogy ott ugye láthatjátok azt, hogyha vannak olyan részek benne, ami semmire nem használható, azt mi szépen jeleztük is, hogy nem lehet használni, ami meg igazán hasznos azt is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt mindenkinek nagyon érdemes minél jobban begyakorolnia. Talán a fehérben több fölösleges dolog van, és talán többen használtok sárgát, de hát persze vannak fehéresek is, úgyhogy duplán megcsináltuk ezt nektek. Oké, szóval négy egyű is, meg számológép is nagyon fontos. Én azt szoktam mondani, hogy ezzel már egy kettes lehet írni, igazából, hogyha csak azokat tudjátok használni, de persze a matek tudás sem utolsó, úgyhogy egy néhány feladatot szeretnénk megmutatni nektek, hogy mik azok a feladattípusok, amik igazán könnyen megoldhatóak, úgyhogy én megosztom a képernyőmet, és akkor egy néhány feladatot átnéznénk. Addig megkérdezném a csetet, hogyha van kedvetek véleményezni a dolgot, és szerintetek melyik a legkönnyebb témakör a matek érettségén? Amit, hogyha megláttuk, akkor azonnal nagy sóha és... Okay. Statisztika, halmaz, statisztika, gráf. Szántani, halmaz, gráf. Jó, akkor úgy látom, hogy a véleményünk az igencsak megegyezik az érettségizőkével. Oké, okay, király. Sorozatok. Átlag. Jó, szuper. Na, hát igen, elvileg látjátok akkor most a képernyőt, úgyhogy néhány feladatot szeretnénk megmutatni, amire nagyon lehet igazából számítani. Koordináta geometria valakinek a legegyszerűbb. Reni, az mondjuk bátor. Oké, és tehát ugye ezekre lehet számítani, és ahogy Andris is mondta, ugye ezeket a típusokat felismeritek, akkor nagyon egyszerű velük pontokat gyűjtögetni. Ugye a matekingen van ez a szlogán, hogy nem a matekot kell tudni, hanem tudni kell matekból leérettségizni, és ez nagyon találó, nem véletlenül szoktuk ezt mondani. Tehát nézzünk egy olyan feladatot először is, amikor a statisztikában a móduszt, medián, terjedelmet kell megadni, és ugye azt vehetjük észre érettségében, ezek elég gyakran előfordulnak, és hát nem egy nagyon bonyolult dolog felismerni, mert konkrétan megmondják, hogy mit kell csinálni. Hát ugye tudni kell, mi az a módusz, mi az a medián, és mi az a terjedelem. Módusznak nevezzük az adatsornak a leggyakoribb elemét, tehát hogyha kaptok egy ilyen nagy adatsort, mint itt van, akkor igazából azt kell megnézni, hogy melyik elemből van a legtöbb. Tehát vannak itt számok, és a matek érettségén arra adnak pontot, hogy megnézzük, hogy melyik szám fordul előben a legtöbbször. Tehát igen, ez tényleg egy matek érettségi, azt láthatjuk, hogy négy darab négyes van, tehát a módusz az a négyes lesz. Oké? Tehát erre egy pontot adnak az érettségén. Szuper! A medián, én azt szoktam mondani, hogyha a medián kérdezik, akkor az lehet a gyanús nekünk, hogy erre kettő pont jár. Mert egyébként ugye vannak ilyen kis apró trükkök az érettség, hogy mire érdemes figyelni, és hát ebből minél többet majd megpróbálom nektek elmondani. Tehát az például, hogy mire hány pontot adnak, az eléggé szokott árulkodni egyébként. És a mediára, mivel kettő pontot adnak, azért sejthetjük, hogy ott valami huncutság van a dologban, mert hát miért adnának arra kettő pontot? Azért, mert a medián az a középső elem lesz, méghozzá a növekvő sorba rendezett adatsor középső eleme. Tehát nekem ezt az adatsort, ami itt van, ezt a jó pár számot, ezt növekvő sorrendbe kell raknom. Hát ez ugye talán az alsó tagozat ismereteiben már elvégezhető, ilyenkor nyugodtan húzogassuk le, van két egyes, van kettő kettes. Amikor ilyeneket mondok egyébként, hogy óvodás, meg általános iskolás tananyag, akkor ezt
abszolút nem sértésként, vagy ilyesminek mondom, hanem azért mondom, hogy érezzétek azt, hogy semmiféle különleges tudás nem szükséges hozzá. Miközben itt dumálok, közben azért írom a számokat, volt 3 darab 3-as, tipikus tanármondat, oké? Okay? És van 4 darab 4-es, és van 1 darab 5-ös. Ugye próbálom egyszer nézni a feladatot, egyszerre csetet, meg egyszerre még beszélni is, úgyhogy nem biztos, hogy ugye a férfiak azok általában nem tudnak ennyi helyre figyelni egyszerre. Szóval, szerintem Peti, te sem, mert a 3-as vagy 2-esben egy kicsit több van. Több van? Igen, szerintem. 3 darab 2-es van, nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Szerintem jól írtam, 13. Ó, bocsánat, kell. Akkor én néztem el. Oké. Okay. Én egy dologra se tudok figyelni. Egyébként egyáltalán nem probléma az nálatok sem majd, hogyha valamit elrontotok, mert egyébként a saját hibákból tökre jól lehet tanulni. Szóval, ugye... Bocsánat, egy észrevétel, amikor így sorban rakjátok a számokat, mindig érdemes megszámolni, hogy ugyanannyi darab van-e, mint a feladatban, mert ha nem, akkor biztos, hogy valami nem stimmel, tehát ez már egy jó csekkolási lehetőség. Így van pontosan. Én is igazából csak megcsináltam előre, azért emlékeztem rá, hogy 13 darab van belőlük, de így van, ezt mindenképp számoljátok meg. És ennek keresünk a középsőjét. Na most azt tudni kell mindenképpen, hogy ha ez egy páratlan elemszámú adat sokaság, akkor annak egy középsője lehet, így van, Niki már tudja, hogy ilyenkor mit szoktunk csinálni, vagy mit szoktam csinálni, pöttyözgetni szoktam, tehát ugye úgy tudjuk a középsőt megkeresni nagyon egyszerűen, hogy mindig rakunk egy pöttyöt az elején és egyet a végén, és akkor így egy marad a középen, vagy egyébként kettő is maradhatna, hogyha ez egy páros elemszámú adatsor lenne, de itt csak egy középső van, így a medián a 3-as. Tehát ugye ez az árulkodó dolog, hogyha látjátok, hogy ugye egy pont jár alapvetően arra, hogy sorba rendezitek, egy pedig a medián meghatározására, csak hát nyilván a számra adják mindkettő pontot. Mutatok egy nagyon egyszerű dolgot, mi van akkor, hogyha páros elemszámú adatsor van, itt ugye ide írom oldalra, ez nyilván teljesen független ettől a feladattól. Itt ugye azt vehetnénk észre, hogy hiába kezdenénk el pöttyözgetni, itt ugye nem lenne középső, hanem itt kettő középső van, ilyenkor a kettő középsőnek az átlaga lesz a medián, ugye ennek az átlaga az 2 és a 3 osztva 2, ami 2,5. Tehát olyan, mintha lenne itt egy képzeletbeli szám a 2-es és a 3-as között. Szuper! Na, hát igazából így tudunk medián meghatározni, szinte minden érettségén előfordul, úgyhogy szerintem érdemes tudni. A terjedelem az pedig talán a legegyszerűbb dolog, amiről beszéltünk a statisztikában is, tehát egy egyszerű témakörnek a legegyszerűbb része szerintem meg kell nézni. Szimplán, hogy a legkisebb elem az mennyivel eltér a legnagyobb elemtől, mondhatjuk azt, hogy ki kell vonni a legnagyobb a legkisebbet, ami ugye 4 lesz, tehát egy pont jár erre is. De azt gondolom, hogy 4 pontot begyűjteni statisztikából nagyon kellemes, és ugye ne is beszéljünk arról, hogy még a diagramok sem kifejezetten nehezek, sőt, átlagot és szórást számolni szintén nagyon egyszerű, úgyhogy azt gondolom, hogy statisztikát, ez luxus, nem jól megtanulni és megcsinálni. Következő dolog, ami szintén elég egyszerű szokott lenni, az ugye a sorozatos feladatok. Természetesen az első részben szoktak ezek kifejezetten egyszerűek lenni, másodikban azért nem feltétlenül, de elsőben szokták adni. Méghozzá számtani sorozatról van szó ebben a feladatban. Az első eleme -3, hetedik eleme 21. Ugye ezeket mindig úgy szoktuk jelenteni, hogy akkor az első tag az A1, ami -3, a hetedik tag A7, ami 21. Ugye mindig a pici indexbe írjuk azt, hogy hanyadik elemről van szó. És a számtani sorozat mutatja meg nekünk azt, hogy itt ugye differencia lesz, mindig hozzáadogatunk valamit, a mértnél lenne kvóciens, hányados, és mindig szorozzuk. Oké. Ó, szerintem szabad tanulni még előtte 2 nappal, még bőven. Oké, és akkor ugye ki kéne számolnunk a negyedik tagot, és az első 7 tagjának az összegét. Ugye a negyedik tagnak a felírása az elég egyértelmű, szerintem szimplán A4, viszont az első 7 tagjának az összege, ugye, hogyha összeget kérdeznek, akkor azt mindig az S betűvel szoktuk jelölni, tehát ez itt az S7, ez mutatja azt, hogy 7 tagot összeadunk. Oké. Okay. És akkor én azt szoktam mondani, hogyha ismerünk 2 elemet, akkor abból mindig mindent ki tudunk számolni, és hogyha ismerünk 2 tagot, akkor általában differenciát szoktunk először számolni. Tehát gondoljatok bele, hogy ismerjük az első tagot, meg a 7-et,
azt kéne kitalálnunk, hogy akkor mennyit lépegetünk mindig, hogy az elsőből eljutunk a hetedikbe. Ugye erre mi a képleteket úgy tudjuk felhasználni, hogy a hetedik tagot ezt úgy kapjuk meg, hogy az első taghoz hozzáadunk 6 darab differenciát. Hiszen mindig, amekkora különbség van a két kis szám között, annyi differenciát kell hozzáadnunk, mert annyit lépünk. Oké, és akkor igazából ide beírhatom a dolgokat, csak azt nem tudom eldönteni, milyen színnel írjak mindig. 21 egyenlő, mínusz 3, meg 6D, és természetesen ez egy egyszerű, egy ismeretlenes egyenlet, hozzáadunk 3-at, ez itt 24, 6D, tehát 6 lépéssel 24-et haladunk előre, szeretem így lefordítani néha magyarra azt, amit mi matematikailag látunk, és akkor a differencia az 4 lesz, tehát minden lépéssel 4-et haladunk előre. Akkor gondoljatok bele, hogy a negyedik tagot hogyan tudjuk kiszámolni, hogyha minden lépéssel 4-et megyünk előre. Hát úgy, hogy az első tagból megyünk 3-at előre, tehát O1 plusz 3-szor D, az nagyon egyszerűen kiszámolható, mínusz 3, meg 3-szor 4. Tehát a negyedik tag az ugye mínusz 3-nál 12-vel nagyobb szám, ami 9, hogyha jól számolok, de persze én is elszámoltam, szóljatok rá, nem nyugodtan. Benne van a függvénytáblázatban természetesen, hogyha Réka letöltöd azt, amit kiraptunk linken, akkor ott megtalálod a sorozatokat. Egyébként a sorozatok szerintem kifejezetten jól benne vannak a függvénytáblázatban. Oké, és akkor nekünk kellene még az S7. Hát az S7-re elég sokféle képletet találhattok, nem tudom, hova rajzoljam, majd ide rajzolom alulra. Ha 7 tagot összeadunk, akkor kell hozzá nekünk az első tag, ez is benne van a függvénytáblázatban, az utolsó tag, tehát az elsőt és az utolsót kell összeadnunk, elosztani kettővel is, megszorozni annyival, amennyit összeadunk, tehát itt tudunk ugye bármennyi tagnak az összegét kiszámolni, és hát azt vehetjük észre, hogy ebből a képletből mindent tudunk. Ez nem mindig van így, az se gond egyébként, de most nagyon jó dolgunk van, mert itt ugye tudjuk az első tagot, az mínusz 3, tudjuk az utolsót, ami 21, szelosztjuk kettővel és megszorozzuk 7-tel, ami 18, 2 az 9, 63. És kicsit gyorsabban számolok, de értelemszerűen ezt számológépbe beírva azonnal megkapjátok. De egy dolgot szeretnék mutatni, nem csak azt, hogy írjuk be helyére ezeket, vagy különben nem kapunk pontot, ezt is szerettem volna mutatni, de nem erre gondoltam, hanem arra, hogy hogyan lehet megtrükközni ezt a feladatot igazából. Hát úgy lehet megtrükközni, hogy ha 7 elemet ír a feladat, akkor mi rajzoltunk 7 ilyen kis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vonalkát, és mi megpróbáltunk rájönni is arra egyébként, hogy mi micsoda, hiszen az első elem az mínusz 3, a hetedik meg 21. És akkor gondoljatok bele, hogy mindig hozzáadunk valamit, azt kéne kitalálgatni, hogy mit kell mindig hozzáadni, hogy a következőt kapjuk. Hát, hogyha itt random számokkal elkezditek megpróbálgatni, akkor egy idő után valószínűleg ki fog jönni. Jó, tehát, hogyha nem tudjátok a képleteket használni, nem kell megijedni, nyugodtan próbáljátok kitalálni ezeket a számokat magatoktól, és akkor, mit tudom, 3-4 perc próbálkozás után lehet, hogy rájöttök, hogy ez a 4-es, és akkor mindig 4-eket adunk hozzá. És akkor nézzük meg, hogy ki jön-e. Ez itt akkor 1, ez itt 5, mindig csak 4-et adok hozzá, ez itt 9, ez 13, ez 17, és tényleg kijön a 21, és tényleg kijött az, hogy a negyedik tag, az 9, amit mi itt ki is számoltunk, itt van a számolásunk. Jó, tehát nyilván el lehet képzelni könnyen, hogy mi ez a sorozat, persze szerencsésebb, ha tudtok képleteket használni, de nem feltétlen muszáj. Oké. A másik összegképletet akkor kell használni, amikor általában, amikor az n-edik tagot kérdezik, hogy hány tagot kell összeadni, hogy akkor szoktuk általában a másik képletet használni. Amúgy ez a fehérben nincs is benne, fehér függvénytáblázatban, ezt most az egyik felkészítőnkön tapasztaltuk meg mi is, hogy ez nincs benne a fehérben. Oké, szóval sorozatokat szerintem keressétek az érettségiben, és legyetek élelmesek, legyen egy A verziótok, egy B verziótok, hogyha nem működik az A, akkor működjön a B. Jó, tehát legyen mindig több lehetőség, amit tudtok használni. Oké, megyünk tovább. A harmadik feladatot ezt Viktor fogja nektek megmutatni. Megint beállítom a technikát, nekem kicsit lassabban osztja meg. Biztos találkozni fogtok a harmadik feladatban lévő típussal is az érettségén.
mert azok a függvények lesznek, és hát függvényeket nagyon-nagyon szeretnek adni. Mostanában sajnos. Egy csak Peti. Most sem elhallgatok. Vagy folytatod tovább, csak most szimultán. Nem, nem, csak azért gondoltam, hogy beszélek, hogy ne legyen kínos csönd. Jó, látom, valaki szeretné felvenni ezt a mai alkalmat. Az sajnos nem fog menni, de Petinek a YouTube csatornáján vissza tudjátok nézni. Most is ott, hogyha valaki nem tud becsatlakozni, akkor ez elérhető ott számára. De nézzük is a függvényeket. Szerintem a függvény is egy hálás feladat. Pár dolgot kell tudnunk a függvények ábrázolása, meg értelmezése, elemzése kapcsán. És hogyha azokkal tisztában vagyunk, akkor be tudjuk zsebelni azokat a pontokat, amik lesznek az érettségén. Jelen esetben most megadtak nekünk az ábrán egy függvényt a 0-4 intervallumon, és egy másodfokú függvény képlete látható, és meg kell határozni a függvény zérus helyét. Igazából talán szerintem függvényes feladatok közül ez lehet a legegyszerűbb, amikor nem is kell ábrázolnunk, nem is kell olyan nagy mértékben jellemeznünk, csak egy zérus helyet kell leolvasni, és a zérus hely, mindjárt fogok írni is, hogyha fogni fog a ceruzán. Szóval a zérus hely esetében ugye azt kell tudnunk, hogy az nem lesz más, mint az X tengelyen, hol metszi el a függvényünk az X tengely. Tehát azokat a pontokat keressük, ahol elmetszi a függvény. És látjuk, hogy ugye itt és itt ezt a két pontnak a koordinátáját kell nekünk leolvasni. Ennél könnyebb dolgunk nem is lehetne, mert ez ugye a négyzetrácson van, és láthatóan egy a beosztása, ez az, ami még meg tud minket trükközni, de a függvények esetében nem szoktak itt beosztást váltani. Igazából inkább az a statisztikai ábrázolásos feladatoknál fontos a beosztásunk, de hogyha itt leolvassuk, akkor ugye x egyenlő 1-nél van az első kék pontunk, és x egyenlő 3-nál, tehát x egyenlő 1-ünk van, és az x egyenlő 3, az pedig a másik pontunk adott esetben. Ilyen fajta függvényes feladatoknál, amit kérdezhetnek tőletek, amit még érdemes megtanulni, az az ábrázolása, a függvények ábrázolása, hogy hogyan és miképpen tudnánk ábrázolni. Most azt így grátisban megmutatom nektek, ez a feladatban nem volt benne, de én úgy gondolom, hogy az egy olyan dolog, amit jó, hogyha tudunk, és ehhez azt kell tudnunk, hogy a másodfokú függvény, nek milyen a grafikonja, ugye ez a parabola, és ezt transformáljuk. Tehát ennek kiindulásképpen valahogy így nézett volna ki, vannak a pontjai, és ez került eltolva lefelé. Ugye letoltuk, és eltoltuk jobbra. Alapvetően. Tehát az, hogy írjuk le a zérus helyét, szerintem az úgy jó, hogyha kiírod, hogy x1, vagy az x egyenlő 1 és az x egyenlő 2. Ugye, mert ha úgy írod, hogy 1, 2, az igaz, vagy 1, 3, az koordinátát adunk meg, valamint, hogyha egy pontot adnánk meg. Igen, de látom, Peti is írja. Tehát, hogyha ábrázolás van, akkor mindig ezt az alsó pontját nézzük meg, hogy mi történik vele. Egyrészt lefelé toltuk 1-jel, és utána eltoltuk jobbra 2-vel. Abban az esetben, hogyha lefelé tolunk egy függvényt, akkor nem kell más tennünk, mint az x négyzetből ki kell vonnunk, tehát ott megfelelő irányban, amit történik az eltolásunk, függőleges irányban, hogyha így történik az eltolás, és abban az esetben, hogyha vízszintes irányban, tehát ilyen piros irányban tolunk el, akkor itt ellentétes előjelet kell hozzáadnunk, vagy kivonnunk a zárójelben. Tehát itt az x után, mivel ugye itt jobbra toltuk, pozitív irányba toltuk el a függvényünket, ezért ki kell vonnunk belőle a kettőt, és ez lesz az x négyzet mínusz egy függvény. Tehát így tudjuk transformálni a függvényeket. Ez is még egy hasznos dolog. Transformálásból még van több dolgunk, amit érettségén kérdezhetnek, de ez a feladat most nem tért ki erre. Aztán, amit szerintünk lesz, meg ami elő szokott fordulni, feladattípus, az nem más, mint a halmazok, és a halmazok is egy olyan fajta feladat, amivel könnyen... Bocsánat, egy pillanatra függvénnyel kapcsolatosan még annyit
annyit kiegészítenék, hogy ez a függvénytranszformáció dolog, ami ugye itt most történt, amit Viktor elmesélt, ez mostanában kevésbé gyakori, tehát erre ritkábban lehet számítani, hogy így ábrázolni kell egy függvényt. Ami viszont mostanában iszonyatosan gyakori, az pont ez a feladat, hogy ugye meg sincs adva a függvénynek a képlete, tehát hogy ki se tudnánk számolni az élősejét, hogyha úgy akarnánk, hogy egyenlővé tesszük nullával, és akkor megoldunk egy egyenletet, mert ugye úgy szokás az élősejét számolni, hogy a függvény képletét egyenlővé tesszük nullával, és akkor megoldjuk, de itt nincs ilyen. És mostanában tök gyakran vannak olyan feladatok középszinten, hogy be van rajzolva egy ilyen random függvény, fel ne tudja, hogy mi a képlete, tök mindegy, és a rajzról kell leolvasni dolgokat. Ugye mit kérdezhetnek még, például az, hogy hol a tengelymetszet, amit most itt szintén ránézésre meg tudunk mondani, igen, például egy ilyen függvény, és akkor be van itt szépen rajzolva ugye a koordinátrendszer, tehát le tudjuk olvasni a számokat, és akkor megkérdezhetik, hogy hol van a függvénynek mondjuk a minimuma, vagy a maximuma, amit ugye itt Viktor most be is tud nekünk rajzolni, hogy az az egyik minimum, és mivel ott üres karikát rajzolt a másik végéhez, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a nyílt vagy zárt intervallum, tehát hogyha nyílt intervallumon van értelmezve a függvény, akkor a végpontok már nincsenek benne, és akkor itt is van egy ilyen csel, és ugye a tengelymetszet az, hogy hol metszi a függvény az y-tengelyt, az nagyon egyszerűen meg lehet mondani, hogy x helyre nullát kell behelyettesíteni a függvény képletébe, úgy kapjuk meg. Na de ha nincs függvény képlet megadva, akkor is le lehet csak egyszerűen olvasni a rajzról. Tehát mindössze annyit arra akarom felhívni ezzel a figyelmet, hogy ne lepődjetek meg, hogyha olyan függvény lesz, hogy meg sincs adva a függvény képlete, mert hát általában az szokott lenni, hogy megvan adva. De ha nincs megadva a képlet, semmi gond, az még könnyebb, hiszen akkor egyszerűen csak rá kell nézni a rajzra, és mindent le lehet róla olvasni. Nem tudom, van esetleg még bárkinek kérdése ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban, hogy ugye mik szoktak lenni, tehát az zérushely, a tengelymetszet, a minimum, a maximum, és az értelmezése, tehát amely értékészlet, ami meg tök fontos, esetleg ennél a konkrét érettségi feladatnál még Viktor ezt elmesélhetnéd, hogy tudjuk leolvasni az értelmezési tartományt és értékészletet, és hogy ne keverjük össze, hogy melyik. Oké, jó. Tehát még ami fontos nekünk, az értelmezési tartomány, az általában az esetek 90%-ában szerintem megadják itt a feladatba, tehát hogy mi van értelmezve. Alapvetően meg szokták adni, de ha nem adnák meg, akkor azt tudjuk megnézni, hogy az értelmezési tartományunk az mindig az x-tengelyen van. Tehát meg kell nézni, hogy az x-tengelyen milyen értékekhez van nekünk bármiféle pontunk, vagy milyen van függvényünk. Tehát hogyha itt megnézitek, akkor itt levetítjük az x-tengelyre, és ezen a részén, az x-tengelynek, ugye ez a sárgával, amit megjelölök, ez lesz nekünk az értelmezési tartományunk, amit felírhatunk ugye ilyen intervallum jelöléssel, és mivel itt a függvényünk esetében, itt meg is adták amúgy az értelmezési tartományt, hogy ez 0 és 4, tehát az értelmezési tartomány, hogy az x eleme a 0 és a 4 intervallumnak, mivel zárt intervallum van, ezért a végén ugye tömött karikánk lesz. Aha, érték, tehát amit nagyon jól mondunk, hogy az érték készlet, az pedig az y-tengelyre fog vonatkozni. Tehát az y-tengelyen kell megnézni, hogy a függvényünk az milyen értékeket vesz fel. És ha láthatjátok, itt a legalja, az ugye ezen lesz, ez vagyis a minimum helye, a maximuma, az pedig itt fönt van. Tehát ezeken az intervallumokon lesz nekünk értékünk a függvényhez, tehát ez lesz nekünk az érték készletünk. Ezt is megadhatjuk úgy, hogy ilyen intervallum jelöléssel, hogy az y az eleme lesz, itt is le tudjuk számolni szépen a rácspontokról, hogy zárt intervallum, mivel fölveszi az alsó pontját is, és itt alul ugye ez mínusz 1, az alsó, a felső az pedig 3, tehát ide azt tudnánk megadni, hogy mínusz 1, 3, ez lesz az értelmezi érték készlete ennek a függvényünknek, hogyha ezt kérdeznénk tőlünk. Ez az, amit még így le tudunk olvasni. Jó. Nem tudom, hogy van-e, Andris, meg akartál-e valamit így a függvényekhez, vagy így már bőven túl... Kimaxoltuk szerintem. Oké. Akkor egyel következő, vagy egyel hálásabb feladat, ez a halmazok, ez ahogy Peti is mondta, én talán 8-os diáknak segítettem felkészülni a fel
a felvételibe, meg vele matekoztunk, és akkor nekik is voltak halmazok. Ez egy olyan feladat szerintem, ami bőven előfordulhat általános iskolába is, de ne essetek kétségbe, ha még nem találkoztatok vele, de remélem azért már találkoztatok. A halmazok esetében szoktak mindig ilyen halmazábrát rajzolni, az szerintem arra jó, hogy szemlélteti nektek azt, hogy miről is van szó. Tehát, hogyha tudtok, én mindig javaslom nektek, hogy valamiféle ábrával jobban átlátjátok a dolgokat. Jelen esetben úgy néz ki, hogy adott az A halmazunk, ami az egyegyű négyzetszámok, és a B halmazunk, ami az egyegyű páros számok halmaza. Határozzuk meg az A unió B-t, és az A metszet B halmazokat. Ilyenkor az elemeinek a felsorolásával kell megadnunk ezeket a halmazokat, hogy mik lesznek benne. És meg tudjuk ezt csinálni úgy, hogyha fölírjuk az A halmazunkat, hogy milyen elemek vannak, tehát keressük azokat az egyegyű négyzetszámokat. Itt van, amikor megadják számokkal, de hogyha egy kicsit gondolkodásra bírnak minket, akkor se nagyon kell kétségbe esnünk, mert egyegyű négyzetszámokkal talán tisztában vagyunk. Ugye az lesz az egyesünk, az egy négyzet, kettő a négyzet, és három a négyzet, ami kilenc, tehát ennyi lesz a négyzetszámaink. Aztán a B halmazunkban mik tartoznak bele, hogyha megnézitek, egyegyű páros számok halmaza. Itt fontos, hogy egyegyű páros számokról van szó, és nem pozitív egyegyű páros számokról. Úgyhogy ez egy kicsit így becsapós, és ez mínusztól indul. Tehát a mínusz 8-asunk is beletartozik, mínusz 6, aztán mínusz 4, mínusz 2, majd a 0, 2, 4, 6 és a 8. Tehát egyrésztről így fölírjuk szépen a halmazokat, hogy milyen elemei vannak, és ezután meg kell mondanunk az A unió B-t és az A metszet B halmazokat. Ugye az unióról azt biztosan esetetekbe juthat, mint Európai Unió, hogy együttes összefogásról vagyunk szó, tehát minden olyan elem, ami az egyik halmazban legalább benne van, tehát erre van szükségünk. És a metszetnél, ugye ez volt az uniónk, a metszetnél pedig nem kell más, mint a metszetünknél. Ez a középső rész, ami mind a kettőbe közös szokott lenni. Hogyha nem rajzolunk ki a halmazábrát és nem töltjük ki, akkor is megkapjuk rá a pontunkat, mivel egy-egy pontot adnak csak rá, hanem csak felsorolásszerűen be tudjuk írni. Az A unió B-be az összes számot be kell írnunk, tehát ebben nincs nagy fejtörés, el kell kezdenünk leírni a legkisebbtől, és mindig a legkisebbtől kezdjük, és akkor szépen végigírjuk. Tehát mínusz 8-tól indulunk, aztán van nekünk a mínusz 6-unk, majd van a mínusz 4-ünk, mínusz 2-ünk, van a nullánk, és akkor a pozitív számoknál ugye lesz egy 1-esünk és egy 9-esünk, ami még nem volt, nem páros számunk volt, tehát jön az 1-esünk, a 2-esünk, a 4-esünk, a 6-osunk, a 8-osunk, és a 9-esünk, kicsit kicsúsztunk, nem fértünk bele ebbe a téglalapba, de szerencsésebb, hogyha ha beleférünk, hogyha annyit kell megadni általában. Nem lesz ilyen problémátok, hogy túl sok számot kéne odaírni, de néha előfordulhat. Aztán a másik az, amikor a metszetről beszélünk. A metszet esetében én azt szoktam csinálni, hogy megnézzük és megjelöljük őket, amik közösek. Igazából itt most nincs nagy kérdés, mivel a B-ben csak páros számok vannak, az A-ban pedig egy darab páros szám van, tehát itt egy darab számunk lesz, ez pedig nem lesz más, mint a 4-es számunk. Oké. Jó. Halmazok esetében, amit még előszeretettel szoktak kérdezni, az a halmazok kivonása, például, hogy mi lenne az eredményünk az A-ból B halmaznak. Itt erről azt kell tudnotok, hogyha ez az A halmaz, ez pedig a B halmaz, meg kell néznünk azt, hogy az A halmazban benne van, de a B nincs benne. Tehát ez a része lenne a halmazábránknak. Magyarul ugye az nem tartozik bele az A halmazba, ami a B-be benne van, és hogyha megjelöltük szépen az előbb a metszetet, ami benne volt a metszet, mind a kettőbe, akkor így meg tudjuk nézni a felsorolásból, hogy mi az, ami az A-ban benne van, de a B-ben nincs, tehát ami nincsen nekünk megjelölve, ez fura volt ez a halmaza, tehát nincsen megjelölve, az nem lesz más, mint az 1-esünk és a 9-esünk, tehát ez is
előfordulhat, hogy ilyen kivonást kérdeznek tőletek, de akkor, hogyha így vizuálisan megjelölitek, hogy mi volt a metszet, akkor a maradék lesz az, ami az A-B, tehát ez egy jó trükk, amit tudtok használni ti is. Oké, hát igazából ezekkel a feladatokkal, hogyha ezt a négy témakört begyakoroljátok, akkor már bőséges pontokra tehettek szert így az első feladat, vagy az első részében az érettségben. Most pedig fogunk tovább haladni így a második részre, hogy legyen egy kicsi izgalmasabb feladatunk is. Meg fogunk nézni egy egyenletet, egyenletmegoldást, valamint meg fogunk nézni, Petivel meg fogtok nézni egy síkgeometriai feladatot is. Az egyenletek megoldása esetében, ugye most volt hétvégén egy intenzív felkészítőnk, és az egyenletekkel kezdtünk, az egyenletekről volt egy, hát egy alkalom, nem is tudom mennyi, egy óra körülbelül, viszont azért jó, hogyha egyenleteket tudtok megoldani, mert az egyenletek egy olyan típusú feladat, amit mindenhol máshol használni fogtok. Tehát használni fogtok koordinátageometriában, sorozatoknál, szöveges feladatoknál, tehát az egyenletek az egy ilyen Jolly Joker, azt jó, hogyha tudjátok, hogyan kell megoldani. És ami még itt fontos, hogyha konkrétan nektek megadnak egy egyenletet, akkor mindenképp figyeljetek arra, hogy ellenőrizzétek is le, ugyanis az ellenőrzésre fogjátok megkapni a max pontot, az utolsó pontot, hogyha leellenőrizitek. Hogyan oldjuk meg ezt az egyenletet? De azt nézzük meg benne, hogy milyen fajta egyenlet. Ez egy sima elsőfokú egyenlet, mivel nincs benne x négyzet, ezért csak a mérlegelvel kell rendeznünk és ki kell számolnunk az x-re. Ami egy kis bonyolítás ebben, az, hogy van egy törtjelünk, tehát van a nevezőben egy-egy számunk, és itt lehet kifogás bennünk. Amit tudunk ilyenkor csinálni, az egyik lehetőség az, hogy közös nevezőre hozunk, tehát hogyha van nevezőnk, akkor hozzuk közös nevezőre, vagy már egyből beszorozunk a közös nevezővel, hogyha gyakorlottabb matekosok vagyunk. De hogyha közös nevezőre hozunk, de beiktatjuk ezt a lépést, hogy 8 lesz a közös nevezőnk, az is teljesen oké, teljesen megállja a helyét, ugye 8 lesz a közös nevezőnk, ezt a mínusz 2 számot nem muszáj áttírni törbe, tehát én most ezt így hagyom, de az is jó, hogyha átírjátok, de az is jó, hogyha nem. Az első törtet bővíteni kellene, ugye 4-jel bővítettük, akkor a számlálót is szorozzuk 4-jel, 4x plusz 4-et fogunk kapni. Ezután azt tesszük, hogy megszorozzuk mindkét oldalt 8-al, hogy eltűnjön a nevezőnk, minden tagot megszorzunk, mivel kivonás van köztük, tehát a 4x meg 4, mínusz x egyenlő, mínusz 2-szer 8, azaz mínusz 16-unk lesz. Ezután összevonjuk, 3x meg 4, egyenlő mínusz 16, majd ugye kivonunk 4-et, 3x-ünk az egyenlő lesz mínusz 20-szal, és végül, de nem utolsó sorban osztunk 3-mal. Az x-re pedig mínusz 20 harmadot fogunk kapni. Ilyen esetben, hogyha így egyenletről van szó, meg igazából az érettség egy részében, jó, hogyha így meghagyjátok törbe ezt a számot, tehát erre is megkapjátok a pontot, nem kell átváltani tizedes törbe nekünk, mert amúgy az nem is lenne. Nem pontos, az is csak egy kerekített értékünk lenne. De hogyan is tudjuk megkapni a maxpont számot? Úgy, hogyha ellenőrzünk, ellenőrzésnél pedig azt kell tennünk, behelyettesítünk az eredeti egyenletbe, és szépen kiszámoljuk, ezt szépen megoldjuk, hogy mi lenne. Tehát egyszerűen az x-eire beírok mínusz 20 harmadot, mínusz 20 harmad meg 1 per 2, mínusz, és akkor mínusz 20 harmad per 8 egyenlő. Mennyivel lesz egyenlő? Ha ez mínusz 2-vel lesz egyenlő, akkor meg is kapjuk. Okay. Hát itt én azt mondom nektek, azt javaslom, hogyha ilyennel találkoztok, akkor ne kezdjetek el közös nevezőre hozni, meg a nevezőkkel bajlódni, mert azzal csak elmegy az időtök, hogyha nem gyakoroltátok be, hanem egyszerűen használjátok a számológépet. Ugye itt kicsit módosítok ezen a... Jaj.
Szóval egyszerűen használjátok a számológépet, és írjátok be egy az egybe, ami ott található, és akkor megkapjuk. Tehát csak ellenőrzéssel fogjátok megkapni a max pontot. Igen, abban az esetben, hogyha egyenletet adnak meg a feladatban, akkor az ellenőrzés is kell. De hogyha szöveges feladat van, akkor nem feltétlenül. Tehát én most azt csinálom, hogy van itt ez a gombom, ami ugye ilyen egymás fölötti kis cucc, amivel törtet be tudok írni, és akkor ezzel törteket beírok. Itt egy emeletes tört van, úgyhogy én két törtjelet írtam be. Ide elé kiteszem a mínuszjelet, majd beírom azt, hogy 20 harmad. Látjátok, beírtuk, hogy 20 harmad. És utána hozzáadjuk az egyet, elosztjuk kettővel, és utána szintén kivonunk belőle, hogy 20 harmadot, tehát hogyha ezt egy az egybe beírjátok a számológépbe, azzal jártok a legjobban, nem tudtok elszámolni semmit, tehát látható, így beírhatjuk a számológépbe, és kész is vagyunk vele. Hogyha utána egyenlőségjelet nyomunk, akkor kiadja az eredményt nekünk, és nem kell végig számolnunk ezt az egész csúnyaságot, hanem mínusz kettőt kaptok, és mínusz kettőt oda beírjuk, és pipa, mert megfelel, tehát mínusz kettővel egyenlő. Ha nincs ilyen funkciód a számológépen, a legjobb az, amit a Niki ír, hogy venni egy olyan számológépet, ami az érettségén tudsz rajta legálisan puskázni, mert nagyon sok mindenre tudod használni, tehát másodfokú egyenlet megoldására is tudod használni függvényábrázolásra is minimális szinten, tudod használni szórás kiszámítására egy jó számológépet, és ez mind-mind időt és energiát spórol, meg neked nagyon meg persze ingyen pontokat tudsz szerezni vele az érettségén. Szóval, láttam, itt van kérdés, de közben Peti megválaszolta, nekem sem egy a több felé való figyelés, egyre próbálok összpontosítani, hogy az egy meg legyen, de amiket írt Peti, az tök jó. Na. De hogyha nincs ilyen, igen, akkor sajnos külön ki kell számolni. Azt inkább most abban nem megyek bele, de azt is meg lehet tenni egy pontért. Jó, és azt, hogy a számológépen, amiket így most elmondtam nektek, erről lesz majd egy külön alkalom, amikor segítünk nektek abban, hogy hogyan tudtok legálisan puskázni a számológéppel, és amit az előbb itt említettem, ezeket részletesen megmutatjuk, viszont ma nem ezzel készültünk, és nem ez ennek az alkalomnak a témája, de majd az alkalom végén erről még mondok nektek két szót arról, vagy két-három szót, hogy hogyan tudtok legálisan puskázni a számológéppel, mit hogyan használtok, vagyis hogy hogyan tudjuk azt nektek megmutatni. De most igazából a következő feladathoz érkeztünk, amit Peti fog használni. Peti fog megmutatni nektek, vagy Peti segít benne. Tehát elvileg már meg is osztottam a képernyőt, és kezdjük azzal szerintem, hogy Viktornak megadjuk ezt a 4 pontot az első részre. Oké. Közben ugye voltak ilyen kérdések, hogy mikor kell kikötést írni. Ugye kikötést azt általában 3 egyenlet típusnál szoktak kérni. Ugye ilyen a logaritmusos egyenlet, a gyökös, és az a törtes egyenlet, amikor x van a nevezőben, hiszen ugye, hogyha x van a nevezőben, akkor ugye a nevező az nem lehet nulla, ezért kell az x-re kikötést írnunk. Oké, szóval tényleg egyenleteket nagyon érdemes gyakorolgatnotok egyébként, mert ahogy mondta Viktor, az minden más típusban is hasznos, meg egyébként 13-as feladatban szokták általában kérdezni az egyenleteket. Na de nézzük, hogy sík geometriában mire számíthattok, ezt szeretném nektek megmutatni, hogy milyen klasszikus feladattípus van sík geometriában. Egy derékszögű háromszög AB átfogója 13 cm, BC befogója 5 cm. Hát az a helyzet, hogy egyik évben adnak ábrát az érettségén, következő évben nem, elég random. Szóval most azt, hogy kaptok-e igazából ábrát, azt nem tudja senki. Szóval, hogyha nem adnak, akkor nekünk kell rajzolni. Úgyhogy most megnézhetitek, hogy én itt szerencsétlenkedni fogok a rajzolással. Egy derékszögű háromszöget kéne rajzolnunk.
És ilyenkor fontos, hogyha mondja, hogy mi az átfogó, mi a befogó, akkor jól betűzzük le az oldalakat és a csúcsokat. De egyébként elég szigű háromszöget, ezt egyébként is úgy szoktunk rajzolni, hogy a C csúcs legyen az átfogó, van szemben és a derékszögnél. Jó, nem is elvállalhatatlan ez a rajz. Oké, és akkor itt van az A, itt a B, és ugye azért hasznos ez nekünk, mert láthatjátok, hogy az AB az az átfogó, és az átfogó az mindig az, ami a derékszöggel szemben van a leghosszabb oldal. Tehát ő lesz itt a C oldal, úgymond, amit 13 cm. Ugye úgy szoktuk általában betűzni, hogy a C csúccsal szemben C oldal van, és ugyanígy ez az A, ez pedig a B. Őket hívjuk ugye befogóknak. Befogó, BC befogó, ami az A oldal, ő az 5 cm. És akkor innentől kezdve nézzük meg, hogy mit kell kiszámolnunk. Tudom, nagyon közhelyes, és erre is biztos valaki, mert mindjárt írja, hogy tanárduma, de egy kis rajz, ez nagyon sokat segít, higgyétek el. Van olyan, hogy nem is tudjuk egyből, hogy kell megoldani a feladatot, csak próbálunk rajzolni valamit, és higgyétek el, hogy közben, hogy mert picit látjuk grafikusan, akkor egy csomó minden beugrik a fejünkbe, mert azt gondolom, hogy az emberek nagy többségének grafikus memóriája van. Én is ebbe a táborban tartozok, tehát hogyha látjuk az ábrán, hogy mi az, amit ki kéne számolni, akkor sokkal jobban beugranak a dolgok. Oké, nézzük meg, hogy mit kell kiszámolni, az AC befogót kell kiszámolni. A derékszögű háromszögben ismerünk elég sok tételt, illetve nem derékszögű háromszögben is ismerünk tételeket. Na most ez egy olyan témakör, amit szerintem nagyon érdemes megtanulni. Egyébként még igen, René egyébként rájött a turpisságra. De igen, egyébként még ugye hétfő este, ha majd lesz kedvetek, akkor ezeket átvertitek velünk, de majd erről Viktor fog beszélni. A lényeg az az, hogy én szoktam megkülönböztetni a tételeket, hogy mi az, amit lehet használni derékszögű háromszögben, mi az, amit nem derékszögű háromszögben, és akkor nem kell fejből tudni a dolgokat, csak ugye azt kell tudni, hogy mit mikor használunk. Ugye, hát ez azt gondolom, hogy eléggé triviális, hogy így kell csinálni, ugye gyakorlatilag a mindennapi életben is ugye így nem kell mindenhez érteni, csak tudni kell azt, hogy mit, mikor és hogyan kell használni. Szóval ez egy Pitagoras tétel, ez természetesen, mert ugye a Pitagoras tételnél van az, hogy két oldalt ismerünk, akkor a harmadikat számoljuk. Egyetlen egy dolgot nem szabad elrontani, ugye az az, hogy mi nem az átfogót keressük, hanem az egyik befogót. Tehát az A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, akkor a megfelelő helyre írjuk be a számokat. És akkor ez 25, a B négyzet az B négyzet, a 13 a négyzeten az meg 169. Természetesen itt B négyzetre kell rendezni, tehát kivonunk 25-öt, a B négyzetre az jön ki, hogy 144. És ugye a négyzetet azt a gyökvonással tudjuk eltüntetni, tehát ha egy gyököt vonunk mindkét oldalból, akkor a B-nél ott az a kis második hatvány az eltűnik, és a 144-ből is gyököt kell vonni. Gyakorlatilag a matekosok tudhatják, hogy ez ugye 12, de nem 12, hanem 12 cm, hiszen mértékegységeket mindenhova írjatok, nagyon-nagyon-nagyon fontos. Jó, tehát itt azért írom narancssárga, hogy őt számoltuk ki, ez egy sima Pitagoras tétel volt. Tehát ezt úgymond kiszámoltuk, Pipa, és akkor az ezzel szemközti szöget kéne kiszámolnunk. A B oldallal a szemközti szög, az a B csúcsnál van, tehát nekünk ezt a szöget kéne még kiszámolni, jelöljük akkor B távol, olyan, mint egy B betű, csak ilyen hosszabb szára van. Látok egy ilyen kommentet, hogy színusztétel. A színusztétel se rossz, csak éppen, hogy ugye a színusztételt azt az általános háromszögben szoktuk használni, ahol nem derékszögű. Hogyha derékszögű háromszög van, és ismerünk szöget is, vagy igazából szeretnénk szöget számolni, akkor szögfüggvényeket szoktunk használni, gyönyörű szépen benne vannak a függvénytáblázatban, mindkettő függvénytáblázatban. Tudjátok, amikor színusz, koszínusz, tangens, kotangens, akkor azt kell nézegetni, hogy szemközti, mellette lévő, átfogó, stb. Tehát ugye nekünk most a béta szögre kéne felírunk valamilyen szögfüggvényt. Kicsit furcsa, mert úgy kell elképzelnetek, mintha ti ott a béta szögben lennétek, és így néznétek onnan, és azt kéne neki talán, mi van vele szemben, vagy mellette. Ilyenkor szokták azt csinálni, hogy elfordítják a papírt, és akkor úgy, mintha onnan néznénk a dolgot. Nyugodtan lehet ilyet csinálni, persze. Hát bármelyiket használhatjuk tulajdonképpen, mert mind a három oldalunk megvan. Én most felírok egy színuszt, hiszen a színusznál kell a szöggel szemközti, és az átfogó. Tehát ideírom nektek, hogy ugye színusz, béta lesz ugye a
szemközttiper átfogó, nem szoktam ilyet kiírni, de most kiírom, szemközttiper átfogó, ami most ugye B per C, ami 12 per 13, és akkor hát az a helyzet, hogy ez a 12-13, ez egy szám, amit még ki tudunk számolni, és nagyon fontos, szoktuk azt mondani, hogy általában 4 tizedességre kerekítsetek, hogyha szögfüggvények vannak, tehát 0,9231-et fogtok kapni elméletileg. Ha valaki nem ezt kapta, akkor azonnal szóljon rám, mert akkor elrontottam, de remélhetőleg nem. Oké. Okay. És ugye, hogyha a színusz értéke van meg, és nekünk a szög kellene, akkor van az a funkció a számológépen, amikor visszafele számolunk, tehát kell keresnetek egy olyat, hogy színusz mínusz egyediken. És ide kell beírni ezt a számot, ezt a... Menjen már innen ez a fül. Oké. Okay. Tehát ide kell beírni ezt a számot, hogy 0,9231, és akkor adja ki a béta szöget. Ezt ugye úgy tudjátok a legtöbb számológépen előhívni, hogy shift, és utána nyomjátok meg a színuszt. Tehát, hogyha egy szögnek a színuszát számoljuk, akkor sima színusz gomb, ha pedig visszafele számolunk, akkor pedig shift színusz. Jó, tehát ezt nagyon-nagyon tudni kell, hogy hogyan különböztetjük meg. Ez a beta, ez 67,38 fok. Általában itt egy tízeles jegyre való kerekítést is el szokták fogadni, de abból biztos nem lesz gond, hogy tovább kerekítitek. Jó, tehát akkor kiszámoltuk őt is. Oké. Okay. Ez igazából ez teljesen klasszikus. Ilyeneket simán kérdeznek az érettségén. Lehet ez a 3, ez kicsit kevés, talán 4 pontot is adnak rá egyébként. Ez nem baj, több pontot adnak rá. Jó, és akkor van egy feladatunk még, azaz, hogy a háromszög körülírt körének a területét hogyan lehet kiszámolni. Ki az, aki tudja esetleg, hogy... Hát, csak kérdeznem kellett, és jött is a... Igen, a tálésztétel fog nekünk kelleni. Pontosabban nem a tálésztétel, hanem a tálésztételnek a megfordítása, hogyha nagyon precízek akarunk lenni. Mert a tálésztétel megfordítása mondja ki azt, hogy a derékszögű háromszög körírható körének a középpontja az átfogónak a felezéspontja. Uh-huh. Ez inkább egy krumpli, mint egy kör, de szerintem értek, hogy mire gondolok. Tehát ugye nekünk, ennek a körnek kéne kiszámolni a területét. Azt kéne tudnunk, hogy mi kell ahhoz, hogy területet számoljunk, területhez csak a sugárra lenne szükségünk. És a sugár az ebben az esetben, ugye ez a hosszúság, ami az átfogónak a fele, hova írjam, hát ide írom fölülre, oké, okay, ilyet ne csináljátok, hogy visszafele írtok, de most talán elnézitek nekem. Tehát a sugár az ugye ennek a 13 cm-es átfogónak a fele, ezt lehetőleg szépen írjátok le, hogy tudjátok, hogy miről van szó, az ugye 6,5 cm, és akkor a körnek a területét ezt szimplán úgy tudjuk kiszámolni, hogy R négyzet szer pi, ami 6,5 a négyzeten szer pi, és a pi-t azt ugye 3,14-nek is beírhatjátok, vagy kicsivel jobb számológépeken már van pi, tehát ugye ha ezt beírjátok, akkor 132,73-at fogtok kapni. És mivel ez terület, ennek mi a mértékegysége? Négyzetcentiméter. Jó, ez nagyon fontos. A kerület az csak egy hosszúság lenne, az centiméter, a területek már négyzetcentiméterek. Tehát terület, felszín, az mindig négyzet valami. A térfogat, ez meg már köb valami. Jó, és akkor erre jár így a 3 pont. Tehát azt lássátok, hogy itt is ugye semmiféle különleges dolog nem kell, azt kell egyszerűen tudni, hogy mikor mit használunk, és ott van a függvénytáblázatban egyébként, hogy mi micsoda. A tálésztétel is benne van egyébként a függvénytáblázatban. Ha derékszögű háromszögben kell dolgozni, ezt nagyon szoktuk szeretni, mert elég sok képlet jól és könnyen használható benne, de még egyszer mondom, hogyha nem derékszögű háromszögre van szó, hanem általános háromszögre, akkor szintén vannak rá tételeink, azért talán egy kicsit bonyolultabb. A tálészkör hol van a függvénytáblázatban?
Ezt be valami őszintén nem tudom fejből megmondani, de rákereshetünk akár Anna, azt írja, hogy 36. Akkor köszönöm, Anna, hogy segítesz. Oké, és... Jó, igazából ezek voltak azok a típus feladatok, amiket szerettünk volna mutatni. Egyenletek és síkgeometria, ezek nagyon alapfeladatok a második részben. Amik mostanában szoktak még lenni a második rész elején, azok ugye statisztikai dolgok, mostanában szeretnek ott is diagramokat adni, és függvények is néha még előfordulnak egyébként a második rész első felében, de hát arról is beszéltünk már. Oké, Viktor, itt vagy-e? Igen, persze. Csak gondoltam, nem vágok közbe a szavad, olyan jó hallgatni téged, amikor magyarázom. Még nekem is. Nem untad még maga hétvégén? Nem. Igaz, ez a 3 nap, ez bevetette a fülembe a hangot, de egészen hétvégén egymást hallgattuk. Igen. Van egy ilyen kérdés közben, hogy n szög belső szögeinek kiszámítása n-1x180/2. Az nem teljesen precíz, ott ugye n-2x180 fok van, hogyha belső szögek vannak, és nem kell leosztani. A leosztás az akkor van, hogyha átlók vannak. Tehát kicsit ott összekavarodott talán két képet. Oké, okay. Számológépben segítenénk el, hogy függvényábrázolás hogyan kell. Ez egy nagyon jó kérdés, erre most nem konkrétan most fogok neked válaszolni, hanem most szeretnék veletek megosztani azt. Látható, Peti? Azt, hogy hogyan tudtok még velünk készülni, vagy hogyan tudunk még nektek segíteni, és hogyan tudjuk az utolsó utáni pillanatban és bebiztosítani nektek a matek érettségiteket. Lesz egy 3 órás gyors talpalónk az érettségi előtt, amiben is, külön, mindjárt mondom, hogy miket fogunk csinálni. Amit tudnotok kell erről a 3 órás szuperintenzív felkészítőről, hogy mi hárman fogtunk össze, ugyanúgy, ahogy most itt hallhattátok, én és Peti fogjuk csinálni a feladatokat, és ugyanúgy a matekinggel közösen 3-an készítjük nektek ezt a felkészítőt. Ez a felkészítő május 8-án lesz, délután 4 órától, a magyar érettség után, pont a matek érettségi előtt, és úgy gondoljuk, hogy azért hasznos, hogyha ezen részt vesztek, természetesen ez Zoom-on lesz ez a felkészítő, ugyanígy, ugyanilyen formában, csak egy kicsit több interakcióval a részletekről, és úgy gondoljuk, hogy azért hasznos, hogyha a matek érettség előtt részt vesztek egy ilyen 3 órás felkészítőn, mert már nincs arra időtök, hogy elfelejtsétek azokat a dolgokat, amiket Petivel megosztunk veletek, és betesszük a tudást a fejetekbe, hogy másnap reggel ott legyen, és ne legyen időtök elfelejteni. Mit kell tudni erről a 3 órás felkészítőről? Azt kell tudnotok, hogy abban fogunk nektek segíteni, hogy hogyan tudtok a lehető legkönnyebben pontokat szerezni a matek érettségén. Még a mai alkalmat is felturbozzuk, és még több, még hasznosabb feladattal fogunk érkezni. Pár típus feladatot fogunk csak megnézni. Síkgeometriáról lesz szó, sorozatokról, statisztikáról, valószínűségszámításról, függvényekről, mert hogyha ezeket kimaxoljátok, vagy tudjátok az alapokat, akkor szerintem egy erős 3-as bőven tudtok írni belőle, de ezt majd a végén lehet, hogy kijavítanak is, hogyha nem teljesen igaz. Amit még meg fogunk mutatni, legális puskázási módszereket, tehát amit mondtam a számológépen, hogy hogyan tudtok mindent kiszámolni, mindent is kiszámolni a számológép segítségével, függvényt ábrázolni, másodfokú egyenletet megoldani, statisztikai szórás számítani, és ezeknek a hasonló finomságokat is megosztunk veletek, hogy ne kelljen emiatt aggódnotok, hanem a számológép megoldja helyetetek, és ti már csak tudjátok majd élvezni a sört a haverokkal az érettségi után. Aztán ugye fontos tudnotok, hogy ezek nem korábbi érettségi feladatokat fogunk megoldani, hanem teljesen új feladatokat, amivel még soha sehol nem találkozhattatok, de kimondottan érettségi típus feladatok, amiket mi állítottunk össze, és választ kaphattok az összes felmerülő kérdésetekre ez alatt a 3 óra alatt, de nem fogunk megharagudni, hogyha egy kicsit túlcsúszunk, és lesz mondjuk még 10-20 perc, akár 30 perc, amiben a kérdéseitekre válaszolgatunk, és valamint lesz egy rövid kis 10-15 perces etap, amikben arról lesz szó,
hogy hogyan tudjátok elkerülni az izgulást, hogyan tudtok magabiztosak lenni, amit fel tudtok használni a matek érettségén, a német érettségén, Törin, vagy ami még hátra lesz. De hogy mi is ez a 3 óra, tehát ezt kapjátok meg, és viszont ez a felkészítő, ez már fizetős felkészítő lesz, 3 csomag közül tudtok választani, van egy basic, egy normális, egy pro. Alapvetően, hogyha részt szeretnétek venni a 3 órás felkészítőn, a 180 perces matek óra, plusz még lehet, hogy egy kicsit ráhúzunk, megkapjátok a feladatsort előre, és a jegyzeteinket is egyből utána elküldjük nektek. Választottok olyan is, hogy van egy Genius Guide útmutatónk, amiben is az összes típus feladat megoldási módszerét belefoglaltuk. Belefoglaltam egy 30 oldalban, az a részletesen benne van, hogy melyik típus feladatot hogyan ismered fel, mik a típus hibák, mik a megoldási lépések, valamint kaphattok a matekinges fél éves hozzáférést, amit fel tudtok használni most az érettségi készüléshez, vagy akár az egyetem startjához is fel tudjátok használni, és meg tudjátok nézni a szuper hasznos, érthető magyarázatokat humoros formában, matekinges formában, amit ugye mindenki szeret. Hogy választhattok egy olyan csomag közül, amikor ugye említettük már nektek, hogy volt most a hosszú étvégén egy, nem is tudom, hogy 18 órás, 15 órás intenzív felkészítőnk, ahol töviről hegyire az egész érettségi témakörét átvettük, feladatokon keresztül begyakoroltuk, és ezt vissza tudjátok nézni a pró csomagban. Ugye ezeket az árakat ide értékként írtam ide, de valójában amennyiért tudtok csatlakozni ennek a töredékért, tehát hogyha szeretnétek velünk még egy utolsó hajrát, akkor az kevesebb, mint 6000 forint, meg tudjátok tenni, vagy választhatjátok a normál csomagot, vagy a pro csomagot adott esetben, ha szeretnétek visszanézni, még van még időtök, és visszanéznétek a felkészítőnket, vagy valamelyik témakörre kíváncsiak vagytok, és vissza szeretnétek nézni. Viszont nektek, mivel most itt velünk készültetek, van emellett még olyan bónusz ajánlatunk, olyan ajándékot kaphattok tőlünk, amiben más nem részesülhet, csak azok, akik velünk készülnek bármilyen formában az érettségre. Pénteken lesz egy alkalmunk, amiben nehezebb típus feladatok megoldására fogunk fókuszálni. Tudjuk, hogy ekkor van a ballagás sokaknak, ezért ezt az alkalmat, ezt az érettségi napjáig mindenki vissza fogja tudni nézni, aki velünk készül. Ugye itt is lesz szó függvénytábla használatról, számológép használatról, de a nehezebb típus feladatokon lesz a hangsúly. És ugye mikor vehettek részt ezen a felkészítőn? Ugye, hogyha velünk készültetek már az intenzív felkészítőn, vagy egy másik felkészítőkön, a normál felkészítőnkön, a Genius normál felkészítőn, ami márciustól van, vagy abban az esetben, hogyha csatlakoztok ehhez a last minute felkészítőhez, akkor is ajándékba adjuk nektek ezt, és vissza tudjátok nézni. Ugye abban az esetben, hogyha holnap éjfélig, tehát csütörtök éjfélig csatlakoztok a Genius last minute felkészítőnkhöz, akkor él a bónusz. Utána is tudtok még csatlakozni, de akkor nem tudtok részt venni. Ez a 45-60 perces, mert lehet, hogy abból is kicsúszunk, mert szeretünk segíteni nektek. Nagyon szoktak telni ezek az alkalmak. Amíg van kérdés, addig maradunk. És akkor, hogyha ugye holnap éjfélig jelentkeztek, akkor részt vettek ezen az alkalmon, és vissza is tudjátok nézni. Hol tudtok jelentkezni? mzviktor.hu/G12LM weboldalon tudjátok ezt megtenni. Jó, nézzük, hogy voltak kérdések, de ezzel kapcsolatban. Én is csak annyit szeretnék mondani, hogy gondoljatok bele, hogy utolsó este, 3 óra, matek az elképesztő sokat tud segíteni, és hát mindannyian jó pár éve csináljuk ezt, nagyon-nagyon próbáljuk mi is kitalálgatni, illetve úgy összeállítani ezeket, hogy lehető leghasznosabb legyen, illetve amire a leginkább lehet számítani. Úgyhogy ebben a 3 órában is olyan típus feladatok lesznek, amik az utóbbi években is voltak, illetve olyanok, amik már valószínűleg lesznek most az érettségiben. Tavaly is csináltunk egyébként egy ugyanilyet, tehát tulajdonképpen ez nem egy újdonság, és hát nagyon nagy siker volt, azt kell, hogy mondjam, szerintem egyáltalán nem hangzik ez ilyen nagyképűen, vagy azt mondom, hogy ez nagyon, nagyon hasznos volt.
tényleg egy hétfő este baromira jól fel lehet készülni az érettségén, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy ha esetleg rászánja ezt az összeget, akkor mindenképpen csatlakozzon. Illetve ugyanígy egy ülnek és a számológépnek használta, az pedig elengedhetetlen fontosságú. Ilyen pontosan, ahogy írod, 5990 forint az alapcsomag ára, és az alapcsomagban benne van a... Most inkább beküldöm ide. Ja, nem, igen, mind a három csomagban benne van a bónusz alkalom. Tehát bármelyik csomagot választjátok, a három közül megkapjátok a bónusz alkalmat. A nehéz feladatokon részt vettek élőben, vagy akár vissza is nézhetitek akárhányszor. Jó sokan szoktunk lenni ezeken az alkalmakon, tehát itt ugye alapvetően nyilván nem az árnak az emelése volt a célunk, hanem az, hogy egy nagyon korrekt, meg fizethető áron minél többen jöhessen. Mi köszönjük, hogy itt voltatok. Remélem, hogy segítség volt ez a néhány feladat is itt az egy óra alatt körülbelül, és hogyha valakivel találkozunk még, akkor az még jobb. Mindenki nem izguljátok. Yeah. Igen, óvatosan a szerenádon. Aztán, ha jól sikerül az érettségitek, segítünk nektek a háromórás felkészítőn, akkor Petinek már elég sok sört felajánlottak az intenzív felkészítőn is, de szerintem nincs az a sörmennyiség, amit ne tudna elfogyasztani, én úgy hallottam. Jogos. Szóval nektek jó szerenádozást, aztán csatlakozzatok a Lászlónit felkészítőnk, azt találkozzunk pénteken és hétfőn is. Sziasztok! Köszi, sziasztok!